another visitor. Stay a while. Stay forever. Nincs párta, megvolt. Knossos, Macedón vagy Athénz. Legyen Knossos, óramutató járásával ellentétes irányba. Sitty. Na nézzük, Phaistos, Arcanes, kezdjük ezzel. Gázorjás, Helium 3. Ah, gázt találtam rajta, ki gondolta volna. Ne ugrálj ennyit, baby. Figyeled, ott van egy Arnon cucc. Jó. Zakros. Befagyott tengerbolygó, leszállni nem javasolt, mert leszakad alattunk a cucc. Ahogy te lehet szállni. Bánya bolygó, emberek kolonizálták, és azért a múltban lakhatóbb volt, hiszen jó sok protáron van rajta. Oké. Ugyan már átugrottál ide. Nemesgáz légkörű bolygó, egy korábban kihalt Zeiop nevezetű faj temető bolygója. Sokan ki akarják ásni, de hát ez szentségtelen lehet. Úgyhogy még vitatkoznak rajta imáron 10 évvel. Ott is van egy Arnon. És ott is van. Nem láttam. Ja, bocs. Phaistos. Enyhe légkörül szilárd bolygó, marha forró. Oké. Okay. Jó, én itt pedig mintha láttam volna valami cuccot, de ezek szerint rosszul. Egyik Arnon. Fém aszteroida. Oké, okay. Ezek szerint ilyet is tudunk. Fém aszteroida. Platinából van. Gazdagok vagyunk. Elmehetünk nyaraló bolygóra. Igen. Szén aszteroida. Medál. Alijoff van. A régi kém szolgálatuk a szalarianoknak. Jó, tehát találtam két aszteroidát, és van egy bolygó, ami nem ez. Hanem ez, amire le lehet szállni, ugye? Igen. Na jó, bánya bolygózunk. Mit lehet tudni? Lehet, hogy valaki olyan olyas valakit kéne vinni, aki kicsit jobban ért az elektronikshoz, mert elavultunk. Majd legközelebb B-szint lépést én arra teszek. Nézzük, ki érthet az elektronikához. Vajon? Legyen most így. Borzalmas vereséget fogunk szenvedni, tudom. Nézzük, hát ha jól választottam. Lács. Ez lesz. Ura.
legyen az, hogy ezt nagyjából fedezéknek nyilvánítom. Melyik fegyver? Ez a pisztoly. Jól van. Nézd meg itt a... Oh, ez meg itt a köszönöm szépen tároló. Majd megint köszönöm szépen. Emögött mi van? Emögött egy baszom nagy lávató. Azt inkább hagyjuk. Itt látok egy ellenséget. De ugye az átugrás az lehetetlen. Én olyan tot nem tudok, tehát itt egy kapcsoló, ami való színűleg kinyitja az ajtót, de előbb itt rajta kéne ütnünk valakin. Két lövés? Na, ennek ürültem. Azt nem tudnám fölvenni azt a fegyvert? Nem, dehogy is. Manual override. Persistence. Oké. Okay. És itt van egy kapcsoló, ami megnyomhatom a gombot, és akkor beindul, gondolom, ez a zuhany. Ja nem, akkor kinyílik az az ajtó. Jó van. Gondolom, az az ajtó az, ahol bejöttünk volna. Igen. De most már kinyitottam. Well. Túl sokat játszottam a Red Dead, de elfelejtettem, hogy itt nem lehet ugrani. Jó, és akkor ez most ilyen gyönyörűen ki van nyitva. Örvendezzünk vala, és ott van valaki, vagy valami. Vagy valahol. Ahol tovább kéne menni. Nézem, hogy... jó van. Ide is benézek, hát van valami hasznosítható erőforrás, tároló üzemegység. Hello. 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 Ott van. A végső csücskiben. Éppen mamogni akartam, hogy mi nem hoztunk magunkra egy szimpla feszítő vasat, akkor nem kire ennyit. Tök rész, nem? De üsse kavics. Jó, és ezek ilyen szétesett kerrekek. Amögött voltam, amögé még nem néztem be. Emögött meg van valami csúnya. Én így oldalvájzt állok ide. Únyászkodva és gömbeszkedve, bár szerintem itt lesz az őr. Hello. Hello. Cook. Én is tökre. De a sok troopert lesokkoltuk. Ma megint egy overrágyú. Na. Csak bejutottunk. 4-es, 5-ös. What? Mi volt ez a külön jó? Na mindegy, ezek itt amit nem azt. Szuperség. Ott nincs semmi, fölmászni meg úgysem tudok, minek erőlködjek. Nem is emlékszem, hogy a második, harmadik részben van vajon mászás. És akkor természetesen, persze, itt nem férek át. Na, de, ugye, hogy átférek. Na, be akartam nézni emögé is, hogy hát, ha van valami cseles rész így elrejtve. De annyira nem mondanám, hogy van. Csak egy kidolgozatlanabb része a mapnak, ahol nem figyeltek annyira. Tököt kell a távára, ha? Ez a mi az agyom? Mit kellett?
Windows a szar. Ja, van a program, igazad van, de én baszom már föle kurva program. Barapapampam, a fasz ki van. Ez számunk három, de szó. A nagyobb fasz lesz jó, hogyha ez a Windows tényleg olyan szar, amilyennek mondod. Árul el, Léci, árul el neked, hogy lenne egy ilyen programból. Csak úgy játszom, mi ahogy ezt mindig leszel. Úgy ezt tette, az a tűz pedig jel. Annak ez olyan, mint hogyha Isten úgy adta volna ezt a csávót a földre, hogy minden fejtve összeessen, érted? Szemben. Hát talán ehhez jobb lesz a sniperem, ha megtalálom persze. Igen. És akkor a jobbra láttunk piros csűrhét, ugye? Ahó! Halihó! Á! Direkt lőttem mellé, hogy felbosszantsam. Negative contacts, Commander. Negatív kontakt, tehát nem fognak onnan soha az életbe kijönni. Enemy contact. Na, megint voltak. Menj oda, menj oda. Én meg innen távolul majd, jó? Jó? Szerintem tök jó ötlet. Lőjétek a követ. Jó, így sose jutunk semmire. De hol a másik? Te oda. Te meg oda. Na, igen, igen, így valahogy. Próbálkozzatok már meg ezzel. Na jó. Akkor tudom, itt legyen az, hogy te mész oda, és te pedig oda. Jó? Nagyon jó, kiváló! Így csak így tovább! Puk! Puk! Írom még, igen, puk! Sniper puskát szeretjük! Rács mi nem vagy bridge, ahogy mondja. Na, kilóg-e a füle csücske? Nem. Többiek nagy ügybuzgalommal lövik a semmit. Mi is lettél? Oké. Okay. Rendítsek. Nem tudom, mi van itt. De kiderül. Lehet, hogy megtaláljuk a zonit. Nem hagytam ki valami ladát, bár nem hiszem, hogy ide dobálnának el ladákat. Jó. Csak így tovább. Arra van egy pücök. Meg erre van egy pücök. Hallom, hallom, csak nyugodtan lőjetek, nincsen semmi baj. Perimeter secured. Tökre. Ezt most majdnem elhittem. Azt a követ lőtte mindenki. Na nézzük. Monsieur, te menjél oda, légy szíves. Hát eltűnt. Eltűnt. Nem ér, amit csinálsz, azt tudod, remélem. Ezek ilyeneket lőnek. Isten bizony eltaláltam már egy csomószor. Tényleg. Na végre, add föl, baby. Senki utána. Nézzük, mi van itt. Á, ott a toronyba. Utromba, cerkóf, majom, karomba. Jaj. Jaj. Ó, ilyen kevés a pajzsom. Bocsi. Rossz címre hoztuk a csomagot. Gyöjjünk már vissza ide egy kicsikét, hát ha lejönnek, az ott nem lesz jó helyre. Az ott nem jó helyre, hidd el, hogy az a hely, az ott a nem jóság. És odáll elém a fedezékbe, hát menj már innen! Igen, tudom. Ne állj elém, kérlek, mert meglőlek. És tényleg. Katonák lennénk, vagy mi? Ott talán vannak. Igen, ott vannak. Egy ilyen pajzs. De pont itt nincsen fedezék. Már fáradjon el ön is, kérem, köszönöm. Mi úgy lőszerre nincsen gond. Ne! Ó, van, na megijedtem, bocsánat.
Jó, köszi. Ez egy kill assist volt nagyon jókor. Nagyon kellemesen. Honnan lőnek? Na mindegy, ez itt egy fedezék. Ja, hogy innen nem tudok itt. Ott lesz, ott lesz, ott lesz, ott lesz, ott lesz, ott lesz. Figyeltétek ezt? Na, próbáljuk meg még egyszer. Miért nem tudok rá lőni? Itt vagyok a fedezékben. Na jó, ilyet tudok. Shield boost. Overload. Na jó hangzik, overload. Na? Anyád keservi, hát. Jaj! Rakétok. Oké, oké. Ez remélem azt jelenti, hogy bekrepáltak. Na miért nem tudom a kocsimat behúzni? Ha? Nyilván ott még lesznek 250-en, és ide nem tudok felmászni. Na mindegy. Mászni nem tanítottak katona koromba. Ez van. Van olyan, amivel... Jó, ez nem az volt, egyértelműen. Ez sem az. Na mindegy, nem kísérletezem azzal, hogy melyik vállam fölül üljek. Ez nagyon durván úgy tűnik, hogy ez valami kellemetlenség lesz. What? És erre oda megyek. Hát direkt nem akarok oda menni. Nézd oda! Ja Istenem, ott van! Nézd oda! A rákó béka. Jó, és a bőszmenek tag. Na nézzük. Van egy tervem, győzni fogunk, figyeljetek. Kövessetek! Nem. Fussál, te szerencsétlen, fussál! Gyorsabban, meg vagy mérgezve, minden bajod van, gyertek ide. Jó, innen sokkal barátságosabb, higgyetek el. Remélem, na. Menj oda a fedezékbe, jó? Megpróbálunk távolabbról barátkozni velük. Erre ide jön. Mondom, hogy menjen oda a fedezékbe, de nem érdekli. No, egy kis pauz. Különös tekintettel arra, hogy szintet léptünk. Jó. Alrighty. Nos tehát, hogyha volnátok olyan kedvesek, és itt maradnátok a fedezékbe. Igen, 17 millió enemy kontakt, de hol? Ott. Pattog, mint kisfekar a deszkán. Jó, ez többi bis lett remélhetőleg. Szeretsz olyan gyakran kapattani? Eltaláltam, vagy nem? Nem tudom. Nézzük, a türelmes vagyok. Működött. Tovább kell lőni, úgy látom. Pattog-e még valahol ilyen csumpilla? Ott igen, látom, ott vagy. Mellé. Nem tudom. Na, van-e még ilyen idegesítő gyöhű? Hello, tudja, hogy van. Na. Jó van, pihi van, egy kicsit türelmet kérek, amíg leül a fegyverem. Utána lövök. Ja. All clear, persze, és az a... Jaj, az a bazi nagy tank. Nem all clear. Ja, onnan előbb próbált. Ott van.
Arra van még valaki? Nincs. Lakatom. Persze. Tökre. Mindjárt elhiszem. Abszolút lelassítjuk őket, csak nekem már nincsen. Ó, itt jön valaki. Vigyázzat, itt jön valaki. Ott van, látlak. Sok trooper. Ah, ügyes. Nagyon ügyes. Jó, akkor a sok troopert lesokkoltuk. Nehogy már csak szemtől szembe arccal neki az ellenségnek. No ne, nem én vagyok. Na, ő kapott egyet. És kap még egy varázstojást, jó van. Ez a kicsi, ez ugye nem a nagy tank. Nagyon kíváncsi ők, ilyenkor én eltalálom? Ott a lábcsücske, azt tuti. Na jó. Nézzük innen. Nem. Ja, ide be tudok állni, fedezékbe, csak ide nem akarok. Ó, akkor... Aj, közelebb megyek, azért nagyobb. Nem is olyan rossz neki a páncélja. Tudok veled olyat csinálni, hogy így megbántalak? Tehát mondjuk, hogy ez a... Immunity dumping... Biotic Tech, szabotáz. Na. Nézzük hát a kicsi pisztoly. Na igen, a kicsi pisztoly. Ott még vannak ketten. Hopp, meg még lehet, hogy fölöttünk 150-en. Na, hello. Jóval megsavaztuk, hogy ők ne okozzanak problémát. Az oké, hogy all clear, de mi ez a hang? Innen jön. Beszorult valaki. Tényleg úgy emlékszem, mintha valami nagyobbat dobtak volna, de ezek szerint nem. Vagy ez a lába? Nem. Ja. Egy kicsit megijedtem volna. Értem, szóval oda kell bevenni. Akkor induljunk el az ellenkező irányba. Hát, ha mégis van ide rejtve valamiség, valahogyanságban. De nem, nincs. Jó. Hú, de nagyon erőszakosan fúj ez a szél. Jó, a kis négylábú bizbaszoknak elég jó a páncélja így kézi fegyverek ellen. Azt kell, hogy mondjam, és akkor ez lesz. Föld alatti komplexum bejárata. Indeed, ez az. No. No. Óvatosan, csendesen. Ez ajjajaj, te nagyon tehén a folyosóba. Megküldenek valami dugattyút, vagy gázt, és nekünk annyi. Föld a sírunk talpalatnyi. Hello. Jaj, de szép vagy, hogy így kinéztél. Nekem meg nincsen fedezékem, jaj. Jaj. Nem is. Innen már jön med. Úgy érzem, hogy akkor inkább pisztoly. Köszi. Csak engem ne lőjetek meg, hogyha lehet, jó? Jó, ő annyira figyelt, hogy úgy maradt. Itt a következő barátunk, várj! Olyan vagy, úgy lelőttelek volna téged is. Kis engem. Jól van, hát ő rakétázik, akkor egy kicsit pihentetem a pajzsomat. Üljétek meg őket.
Ez nektek semmiség. Há? Nem nézd innen. Szégyeld magad. Hogy ide jött? Sze. Ajaj. Ezt én inkább még most fölrobbantom, ha nem gond. És tényleg egy... Hallottak pont úgy, ahogy szeretem őket. Nem is tudtam, hogy van benned szeretet. Majd a Romi. Ja, jó, oda akkor inkább nem esnék le. Te sem kell lesz. It looks like this cavern formed around the ruin after it was built. Tehát miután megépítették a romot, utána formálódott meg körülött. Jaj, de ne ijeszgessél, ez a barlang. Na már most lemeltek a liften, vagy itt fönt hüttyöghetek egy kicsit. Hüttyögünk itt fönn egy kicsit, nem? De. Van egy erőtér, ez biztonságos, erre úgyse lehet tovább menni. Fedezéknek tudom használni, hiába lövök bele. Hova visz a lift? A lift nagyon durván levisz. Oké. Okay. Get down, jungle boogie, pilum, pilum, jungle boogie, check it out. És ilyenkor persze eltesszük a fegyvert, hisz úgyse támadhat meg minket senki, sebezhetetlenek vagyunk. Ja, arra nincs semmi. Erre vannak ablakok, üres szobákat védenek huplis erőtérrel. Jó. Ja. Nem tesszük el a fegyvert, oké? Oh, hello. Medizsel. What? What? Áj! Na, ezt már csak ne tudjátok szedni nélkülem. Na jó, segítek. Milyen otthonosra építették a protránok ezt a helyet? Ja, jó, tehát ez így még... Ez nem egy kicsi épület, jó van. Még egy lift. Ez mi lehet? Tehát így óriási távcsőtartók egymás alatt. Boom, jungle boogie, plum, plum, jungle boogie, check it out, jungle boogie, plum, plum, jungle boogie. Na, a lifteket se építettük nagyon jóra. Aha. Tehát már a romokat körbevevő archeológiai bizbaszok is romosok. Mi volna? Az ott valami, az ott határozottan egy valaminek tűnik, úgy érzem. És akkor itt ugrani nem tudunk, de leesni, igen. Itt nagyon az aljának látszik. Föl se tudok nézni a nyakammal annyira, amennyire magasan van, az jó. Miért is ne menjünk egy irányú úton? Igen. Hello? Tud valaki segíteni? Aha. Persze, hogy. Can you hear me out there? Hallasz ott ki? Csapdába estem, segítségre van szükségem. Csapdába estél, nem mondod. Dr. Sony? We are at a Sony, I presume. Thank the goddess. Mr. Livingstone. Come looking for me. Listen, the thing I'm in is a Prothean security device. Aha, Prothean biztonsági eszköz, nem tud mozogni. Szedjél ki. Hogy kerültél csapdába? I was exploring the ruins. Felfedezte a robokat, Geth megjelent, elrejtettem itt. Geth! Fátylon túl! Ah, bekapcsolta a védelmet, de rosszul kapcsolta be, úgyhogy őt is elkapta. Jó, és hogyan tudok kiszedni? Aha, van egy kikapcsoló, és valahogy át kéne jutnom az erőtéren. Kívülről nem lehet őket leállítani, nem tudom, hogy juthatná be, légy óvatosan. Kroganok vannak a gettekkel, mert próbáltak átjutni. Jó, hát óvatos vagyok, de az a gond, hogy a lift az leszakadt, szóval én se tudok kimenni. Természetes, hogy segítünk, hölgyem, puszta szívjóságból. Milyen rendes arcok vagyunk azért. No, ott van egy valami. Hol? Nem egy fúró. Nem mész innen. Nem egy... Jaj! Rakéta, hagyjál! Nézzük, Sony, te gyenge vagy. Te gyere ebbe a fedezékbe, jó? És pedig jön velem. Ó, egy rakéta a közelbe. Ó, az ott egy szuperhely, neked csak oda menjél, jó? Sony, te maradj ott a fedezékben, ne gyere velem, kérlek, mert te gyenge vagy. Téged eltalálnak, azt megmódálsz.
Hello! Na, két rakéta lövést még kibírtam, a harmadikat már nem fogom. Egy kis pihi, illetve van nekem egy... Van nekem egy... Overload? Nekem volt... Ne, itt van Shield Boost. És? Pitty! Jó, van, tudtam én, hogy venni fog. No. Hogy? Annyira jó, hát... Milyen nagyon hagysz te engem lőni? Figyelj, akkor maradjál ott, jó? Ne, te maradjál ott. Te maradjál itt. Maradj itt! Na, lelőn. Akkor ide jussál el, csak ne ott középen állj, légy szíves, jó? Na. Oké, okay, onnan gyugyúznak. És várás, pum! Azt hiszem, rendben vagyunk. Akkor már így körülnézek egy picit, hogyha már itt ekkora lövöldözés volt. Még mielőtt kiszabadítanának kis hölgy. És vannak ilyen fúrófejek, lehet, hogy ezt tudnám használni. Azon kívül... Csak a legalsóbb szintű barlang, meg ezek a tojástartók. Na, végre egy kis ilyen zárnyítós rejtvény, nem. Nem, nem, de. Shotgun, pisztoly, polonium, roundok. Jó van. Ott is van egy cucc. Jó, ez még gyorsabban megvolt. Oké. Okay. Annyit megnézek incidentally, hogy ez az incidentally round, amit próbálnék beilleszteni, de így megdob mindenféle úttal random. Tehát, hogy ez itt 4-es, ez 6-os nincs. Ó, meg lehetne szintetik sebzést is csinálni, de nem. Ellenben a pisztolyba, ott minthogyha... Jó, így né, ezt szeretni fogjuk. Oké. Okay. Bármint mögötte szeretek alaposan körülnézni. Jó, tehát ez egy ilyen kis archeológiai ásás volt, baromi régi lifttel. Ez meg úgy néz ki, mint egy fúrófej. Írjuk be a kódot. What? Na jó, mi van, ha ezt megnyom? Semmi. Zöld, piros, zöld, piros, zöld, piros, zöld, zöld, piros, tehát zöld, zöld, nem. Hogy volt? Elfelejtettem. Tehát így baloldalt, aztán nem baloldalt. Így baloldalt, aztán nem lent. Így baloldalt, aztán nem fönt. Így baloldalt, jobb oldalt. Nem tudom. Így baloldalt, jobb oldalt. Nem tudom. Így baloldalt, jobb oldalt. Nem tudom. Így baloldalt, jobb oldalt. Fönt. Baloldalt. Ha-ha-ha, az utolsót eltaláltam. Oké, okay. Tehát ez bányász lézer. Oh, hello. Rendi check. És akkor itt vagyunk az egyenlentebbi tojás tartóban, amilyen szépen ki van csempézve. Jóval jöttek. És akkor remélhetőleg ez nem az összenyomó berendezést indítja el. Mi megyünk fölfelé, erre voltam kíváncsi, hogy mi föl vagy ők le. Köszönjük, hölgyem, akkor megyünk is. Nem probléma. Hogy jöttek be? Mindig láttad a szemeddel. Hogy is van az? Unlimited Firetober! Igen. Of course. Yes, that makes sense. Okay. Please, get me out of here before Morgoth arrive. Aha. That button over there should shut down. Azt a gombot kell megnyomni? Jó. Nem látok gombot. Ah, holografikus gond. Elnézést a leérkezés problémái miatt. Találkoztunk anyukáddal. Hogy jutunk innen ki? Ó, hátrébb is van egy lift. Legalábbis azt hiszem, hogy lift. Menjünk. Jó. Nem hiszem el. Miért jöttek a gettek utána? Gondoljátok, hogy Benezia köze van hozzá? Szerint keresi a Konduitot, te vagy a Clotean szakértő. Valószínűleg a segítségedet akartad. Konduitot, de én nem tudom. Mi volt az?
These ruins are not stable. Nem stabilak a romok. Must have triggered a seismic event. A bányász lézer egy kicsit fellazított a terepet. The whole place is caving in. Siessünk, leomlik. Kell egy terv. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Hívjuk a jót. I commander, secure and away. ETA 8 minutes. 5 perc múlva érkeznek, megszűrj. He needs to move faster. Torsabban kell jönnie. Meghallok. Ha itt meghallok, akkor megölöm. Jó. Ja, hogy ez a lift? Jaj, pedig ezt mind-mind megvizsgálhattuk volna, a tojástartókat is. Meg ezt a gyönyörű valamit. Ja, jó, ide jöttünk. Getek és krogarok. Na nézzük. Adjátok meg magatokat, vagy ne, az mókásabb lesz. Én pleomlik minden. Exhilarating, isn't it? Érdekes mi? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Kösz, hogy kikapcsoltátok az erőtereket. Adjátok ide a doktort. Akármit is akartok, nem kapjátok meg tőlem. Ó, harcolni akartok? Is this really the time? The atmosphere is perfect for a life and death struggle. Élet-halál harchoz megfelel az atmoszféra. Üljétek meg őket. Próbáljátok megmenteni a doktornőt, ha lehet, vagy ne, engem nem érdekel. Na jó. Hát itt van Krogan barátunk, akit nem szeretném, ha használna biotikot, jó? Jó, ő bibis is lett, én már menekültem is. Hogy vannak a többiek? Ők jól vannak, rendben. Felfogtam. A tüzelést nem kéne se. Kilátszik a térded? Jön a képen. Később vettem észre. Ó, hello. Hát ide jöttél, köszi. Jó, ja, persze, hát itt fönn is lehet mászkálni. Ó, mit látok ott? Mit láttam ott? Ja, nem tudok oda menni a konténerhez, ne csináld már olyan baj. Vaj! Ez a sniper srác. A sniper srácot pedig közelről kell buzerálni. Hello! Né, ott volt a tároló, nem akarok kimenni! Még hogy kinyitottuk az erőteret, hopp! Jó, reméljük nem lesz quick time event. Én bízok a játékban. Ott áll! Gyertek, gyertek! Mint ha négyen futottunk volna egy pillanatra. És fingott egy nagyot utánunk a cucc. Ja, tényleg négyen futottunk. Figyeltétek a hőségességemet, én jöttem ki utoljára. Ez talán segít egy kicsit a futást megtanulni. Oh yes! És már el is húztuk a berünket a bolygóról. Közel parancsnok 10 perc után már lávában úsztuk volna. Robbanó vulkánok tetején nem tudunk retálni. Tönkreteszik a szenzoreinket, és elolvasztják a hajót. Csak hogy tud a jövőben. Majdnem meghaltunk ott, és a pilótád viccel. Lazíts. It's a coping mechanism. You'll get used to it. I see. Értem, ez egy emberi dolog. I don't have a lot of experience dealing with your species. Nincsen sok tapasztalatom a fajoddal kapcsolatban, de köszönöm, megmentetted az életem. Nem csak a vulkántól. Ügyetek, megöltek volna, vagy elvonzoltak volna szerenhez. Mit akarsz szeren tőled? Tudsz valamit a gondolatról? Csak hogy a protonok kipusztulásához van köze. Ez a szakterületem. A utóbbi 50 évet azzal töltöttem, hogy nyomoztam. 50 évet? Hány éves vagy? Akarom beismerni, de csak 106. Ó, remélem, ilyen jó fog kinézni ebben a korban. A rövid életű fajoknak, mint a tiétek, ez hosszú időnek kőhet, de az asszari között majdnem, hogy gyerek vagyok. Ezért is nem törődtek a kutatásommal, mert túl fiatal vagyok a számukra. Úgyhogy inkább elutasították a teóriámat, hogy mi történt a proteinokkal. És mit
Mi a véleményed? Mire gondoltál? Ami érdekes? Ami nem került elő, az az érdekes. Nagyon kevés jelen van a protonoknak a kutatásokban, a ásításokban. Ha valaki nem akarná, hogy megoldjuk ezt a misztériumot. Mint hogyha valaki kipucolta volna a galaxist, a nyomokat eltüntette volna az egész galaxisban. De mint hogyha nem csak a protonok ültek volna, nem a protonok lettek volna, akik egy olyan galaktikus civilizáció, akik eltűntek, sokkal előttük kezdődött egy ciklus. Ciklikus kipusztulás. Érdekes. A Fermi paradoxon akkor megint előjött. Ilyen ciklus. Miről beszélsz? A galaxi a kipusztulás ciklusaira épül. Minden alkalommal, amikor egy nagy civilizáció felemelkedik, hirtelen eltűnik. Csak a romok maradnak. Protonok is egy világról jöttek, amíg egész galaxis látóan birodalmat nem készít, alkottak. De az előzők romén másztak föl. A Citadel és a Masszivélyek már előttük is létezett, és előttük a elfeledett civilizációk a galaktikus történelmen keresztül. És utána, mint az összes elfeledett civilizáció a galaktikus történelemben, a protonok is eltűntek. Erre tettem fel az életem, hogy ezt kiderítsem. Hát, hogy tudok segíteni. Intelligens gépek törölték el őket, a Reaperek. Az aratók. Nem hallottam. Hogy tudod ezt? Milyen bizonyítékod van? Egy károsodott proton beacon volt Ilan Freiman. Beleégette az agyam ezt a látványt. Még mindig azon gondolkozok, hogy mit jelent. Ó, látomások? Igen, ennek van értelme. Beaconök direkt belesugározzák ezekbe az információt. Nagyon ritka, működőképeset találni. Nem volt véletlen, hogy a gettek Eden Prime-on voltak. Bármilyen kockázatot megért egy működő beacon találni. Aha, de proteinokra van állítva, protein testre, tehát valószínűleg zavaros az információ. Csodálatos, hogy egyáltalán megértettél belőle valamit, egy kisebb elme elpusztult volna ettől. Nagyon erős akaratod van, parancsnok. Ez nem segít, hogy szeretnek találjuk. Vagy a kondítót. Igen, igazad van. A tudományos kíváncsiságom elragadott. Sajnos nincs információm, hogy hogyan találhatjuk meg a kondítót vagy szerent. De azért tud segíteni, nem tudom, miért akart Saren, de jobb, hogyha velünk vagy. Köszönöm, parancsnok. Saren megint utánam jöhet. Nem érzem jobban biztonságban magamat, mint a hajódon. És a proteinokról való tudásom lehet, hogy hasznos lesz. És a biotikus képességei is hasznosak lehetnek, hogyha a harcok elkezdődnek vagy folytatódnak. Üdvözöllek a fedélzeten. Köszönöm, parancsnok. Nagyon köszönöm. Egy kicsit kábának érzem magam. Mikor lettél utoljára, vagy aludtál? A doki majd rád néz, megnéz. Valószínűleg csak mentális fáradtság. Meg a proteinok igazi végének felfedezése, kicsit lesokkor. Örülök, hogyha egy orvos megvizsgál. Meg még át is gondolhatom a dolgokat. Befejeztük itt a dolgot? Jó. Mindenki elmehet. Nézd meg a doktort. És elküldték a Council-nak a jelentést, akarjuk-e, hogy összekapcsolódjunk. Igen. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. Megkaptuk a jelentésedet, parancsnok. Dr. Sony a Normandiában. A biztonsági előírásokat betartod? Ne mondd el, hogyan csinálj a munkámat. Úgy cselekszel, hogy akarsz, parancsnok. Mi tanácsot adunk. Tőled függ, hogy okos vagy-e eléggé ahhoz, hogy hallgass a tanácsra. Dr. Sony segíteni akar. Geth megpróbálta megölni vagy elhúzolni. Venezia sose engedné meg, hogy szerem megölje a lányát, de ezt így nem tudja. Vagy nem ismerjük, nem tudjuk, hogy vált árulóvá. Legalább sikeres volt a küldetés. Attól eltekint, hogy egy a legnagyobb proteáromot elpusztították. Szükséges volt? Igen. Szerencsénk volt, hogy kijutottunk. Rendben, parancsnok. Küldetés fontosabb. Jó szerencsét, kapitány. Parancsnok, mindannyian számítunk rád. Mindannyian számítanak rám.
a logikus következtetés. Ott van egy nagy X. Vajon miért van ott az a nagy X? Nem tudok tovább menni. Na jó, de. Ja, ezért van itt ez a nagy X. Andy Jack. Lekukkantok, üdvözlöm. Már hogyha megnyomnám a gombot, mert valamelyik ajtó gombbal működik, valamelyik nem. Szóval lekukkantok a dokihoz, hát ha már tud beszélni, Sony. A Hedgehog. Ám a doktornak. Yes, Commander. Is there something you need? Parancsol valamit? I should go. Sonyról érdeklődtem volna, de úgy látszik, nem fogok. Oh, hello? Commander, azért jöttél, hogy megnézd, hogy vagyok? You look much better. Jobban nézel ki. Jól érzed magad? Dr. Chakwas azt mondja, hogy rendben leszek. Mély benyomást tett rám a hazari test ismerete. Ő a legjobb. You're in good hand. Jó kezekben vagy, tudja, mit csinál. I never properly thanked you for saving me. Én nem köszöntem meg, hogy megmentettél a gettő parancsról. Hogyha nem jelentél volna meg, szívesen. Glad we got there in time. So am I. Én is örülök neki. I know you took a chance bringing me aboard the ship. A kockázatot vállaltál, hogy a hajóra hoztál. Úgy látom, hogy a legénység nem bíz bennem, de nem olyan vagyok, mint a Benezia. Nem olyan vagyok, mint Benezia. Azért jöttem, hogy segítsek megállítani Szerent. Ígérem. Tudom. Don't worry, Liara. Bízok benned. Tudom, hogy nem az cserben. Ez sokat jelent, hogy ezt hallom, kapitány. Köszönöm. Na nézzük. Itt az Beneziáról. Te csatlakozott Szerenhez. Beneziát elsodorták az események, amelyek és elveszett bennük. Az indoktrinésre hatott rá, és azzá vált, amit meg akart állítani, de emlékszem, hogy hogyan élt, nem arra, hogy hogyan halt meg. Az anyám erős volt, kedves és gyönyörű, és most eltűnt. Sajnálom. Rendben leszel? Köszönöm, hogy kérdezted, Shepard. Hiányzik. És gyászolom. De nem hagyom, hogy a szomorúságom hasson arra, amit próbálunk elérni. Beszéljünk a kultúrátról egy kicsit. Aha, mi fedeztük fel először a Citadellát. És a békés együttműködésre hajtottunk mindig. Mindenkinek egy galaktikus társasághoz kell tartoznia, mindenki adja, amit tud, és együtt élünk békében, és nagyszerű, szivárványos, csillámpóni eső. Mi megpróbáljuk megérteni a többi fajt, úgy néz ki, hogy ők nem próbálnak minket megérteni. A galaxis tele van szóbeszéddel és hazugsággal a népemről. Mármint? Párosodással kapcsolatban. Teljesen, mint a magyar nyelven, nincs nőstényes hím, csak nő. Szükségünk van egy partnerre a szaporodáshoz, de ez a második szülő bármilyen fajhoz vagy nemhez tartozhat. Hogy lehetséget? Nem igazán szeretkezők, nem olyan, tehát fizikai kapcsolat lehet vagy nem lehet, de nem szükséges az egységhez. Mentális kapcsolatot hozunk létre, összeolvadunk a partnerünk elméjével, a legmélyére nyúlunk egymás elméjében, a genetikus memóriáig, és utána ezeket a tulajdonságokat a lányainkba örökítjük. Így tudunk, eredményesen fejlődni, mint faj, és jobban megérteni a többi fajt. És mi történik a másik szülővel? Minden kapcsolat más. Valamikor egy találkozás, utána elválnak, hosszú távú is lehet, valamikor évtizedekig maradunk együtt. Ki volt az te apád? Ritkán beszélt róla, de egy másik azari volt az édesapám. Ó! Oh. De nem tudod, hogy ki? Ja, a saját fajunkkal való kapcsolat már nem gyakori szaporodás céljáról beszélve meggyengíti a fajunkat a többiek véleménye szerint.
Nothing has been gained. Így semmit nem kap, idézőjelesen a gyermek. Így tiszta vérűnek neveznek, de ez egy elég nagy sértés náluk, nem mondják az arcomba. Valószínű, hogy apám zavart ez a kapcsolat. Vagy anyám szégyelte magát, hogy nyilvánosan, és azt mondja, hogy én vagyok. Ó, tehát az anyja... Ó. Ja, bocsánat, sísi volt mind a kettő. Tehát apja. Tehát a másik anyja, Benezi a partnere, zavarta ez a kapcsolat. Lehet, hogy szégyelte magát, hogy nyilvánosan elfogadja őt, mint lányát. Jó, de ebben nem lehet biztos. Lehet, hogy találkozni akart veled, de nem tudott. Valami történt vele, vagy meghalt. Lehet, hogy igazad van. Remélem. De biztosan nem tudhatom. Ritkán beszélt a partneréről Benezia. Nem is történt, túl sok fájdalmat okozott neki. Egyedül nevelt fel, bár ez nem ritka. A legtöbb asszari egyedül neveli fel a gyermekét, különösen, hogy az apafaj rövid életű. Gyakori, hogy a partner már meghal, mielőtt a gyerek eléri a felnőtt kort. És hogy élik ezt meg, hogy dolgozzák ezt föl? Ezer évig éltek. Mi történik, amikor a partneretek meghal? Kevesen élet olyan sokáig, mint az én fajom. Filozófiailag állunk hozzá a kapcsolatokhoz. Nem az elvesztésére koncentrálunk, hanem örülünk az időnek, amit együtt töltöttünk. És miután elmentek, egy részük velünk marad. Ez a kapcsolat egy olyan dolog, ami túllép a télidőn. Szép. Oké? Okay. És azt hiszem ennyi. I should go. Nem kell. Goodbye, Commander. Viszlát. Jó, és akkor szerintem már én is elbúcsúzok tőletek. Öröm volt, hogy itt voltatok velem, különösen te, aki nézted itt most. És a szokásos blablákat most nem mondom el, tehát hüvelykúj, meg feliratkozás, meg ilyen izék. Szerintem már az unalomig ismeritek. Hello! Régen beszéltünk. Bármire szüksége van, parancsnok? Taktikai meccslés? Dr. Zaniról? Kedves lánynak tűnik. Jó ránézni. Már hogyha szereted az ilyen könyvmoly típust. És te szereted? Ne, parancsnok. Csak művészeti értékelés. Jó. Beszélünk máskor. Minden jókat. Könnyű ránézni. Hát igen, a Krogant a négy testiklével nem szívesen vizsgálnánk meg annyira, ugye? Vagy te. Jó, ledöglök, aztán megyünk tovább. Van itt még két rendszer, amit meg kell nézni. Sziasztok. Jó, ilyet is tudok csinálni. Nézzük. Akkor lefekszek aludni. A felszereléseket update-eltem mindenkinél. A Ashley, a hölgy katona megkérdezte, hogy van egy percen beszélni. Persze. Tudod, ajtópolicit alkalmazom. Rendben. Tudom, hogy a normali más, de aggasztanak, hogy legyenek. Vakarian és Rex. Miért kapnak teljes elérést a hajóhoz? Azért, mert nem... Pontosan mire gondolsz? Mondd meg pontosan. A legfejlettebb Allianz hajón vagyunk. Nem hiszem, hogy hagynunk ki, hogy megvizsgálják a rendszereket, a technológiát. Nem bízol bennük? Hívnám őket a szövetségeségnek. Mi, az emberek? Meg kell tanulnunk, hogy magunkban bízunk. Azáltal, hogy nem bízunk a szövetségeseinkben. Nem azt mondtam, hogy rosszul kezeljük őket, csak készüljünk fel arra, hogyha nélkül kell bármit csinálni. Akármilyen nemesnek is tűnik ez a cél, hogyha majd egy kellemetlen helyzetben leszünk, akkor magunkra hagynak. Nem hiszem, hogy ez elkerülhetetlen. Medvével harcolsz, és ha csak úgy élheted túl, hogy a kutyádat felduszítod, megteszed. Akármennyire szereted a kutyád,
ez egy emberi dolog, nem rasszizmus, de a saját fajuk mindig fontosabb lesz nekik, mint amennyire az emberek. Miért érted így? Családom azóta védi az Alliance-et, amióta élnek. Apám, nagyapám, ők anyám földszolgáltában harcoltak. Arra gondolok, hogy a föld érdekeiket, a föld érdekeit, földünk érdekeit szem előtt kell tartani. Szóval még az egy anyád is? Nem ismertem a családomat. Magányosan nőttem fel a Földön. Szóval miért vagy itt? El akartál menekülni a Földről? Vagy ki akartál jutni a Földről? Na ez egy komoly kérdés, hadd gondoljam meg egy picit. Igazándiból ugye a bűnbandáktól akartam kikerülni. Hogy lássam az űrt. No. The future of humanity. Emberiség jövője itt van kint. So much we haven't seen yet. Sok mindent nem láttunk még. I still remember my first. Igen, emlékszem az első teremgyakorlaton a Titánon. I'm the first person who ever stood here. Én vagyok az első ember, aki itt állt. Aztán seggbe rúgott az edzőm. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold breaking. Belestem a sárba. Következő 5 percet azzal töltötte, hogy magyarázott nekem, hogy aranytégla vagyok. Aranytégla? Don't tell me you had Gunny Ellison. Ó, ugyanaz volt, aki képzőnk. He's the only one I know who uses that word. Ő használja ezt a szót arra, hogyha nem akarunk rendesen teljesíteni. Ó, ugyanabban a... ugyanazon a telepén szolgáltunk, gyakorlatoztunk. Gondolom Gunny Ellison még mindig ott szenvedteti az újoncokat, seggbe rúgja őket, és olyan szavakat használ, mint invalige és pusi lambous. És te? Hogy szolgáltál? Nem dolgoztál idegenekkel még, ugye? Nem olyan. Általában őrként dolgoztam. Gyakorlatoztam a nulla gravitációban és egy űrállomáson, de minden tengerész gyalogos lövész és minden lövész megkapja a nulla G-s minősítést. Csak egyszer? Your record is spotless and your technical scores are exemplary. A rekordod makulátlan. Hogyhogy? That's why I haven't served with many aliens, man. Ezért nem szolgáltam annyi idegennel parancsnok. Aha. Tehát valamit azért ő is titkol. Megértem az érzéseidet. Látom, honnan jönnek a problémák. De ez egy több fajú küldetés. Együtt kell dolgoznod velük. Akár szereted, akár nem. Nem ez probléma. Azt mondod, ugorjak, megkérdezem, milyen magasra. Ha megkérdez, hogy csókoljak meg egy turiat, megkérdezem, melyik arcát. És velem kapcsolatban bárkit megcsokolnálak őt, parancsolok. Főnökömet nem csokolhatom meg, a szabályozás lenne. Az illegális parancs. El kéne utasítanom, és fel kéne mentenem önt a parancsnokság alól, mert a feje való megcsokolása az áthágja a szabályokat. Uram! És mi a véleményed a legutóbbi küldetésről? Nem hiszem, hogy elhiszem Dr. Sony sztoriát, hogy ő és a édesanyja nem álltak szóba, mégiscsak család. Nem biztos, hogy hiszek neki, de azért figyeljük. Igen, ennek van értelme. Kár, hogy azok a romok tönkrementek, elpusztultak ezer évig. Évezredekig tartottak, ez azért még benyomást tett rám. Később beszélünk. Örülök. Tulajdonképpen ő az egyetlen nő a hajón. Na jó, meg ott van a doktornő, de hát azért mégis. Hello, Rex! Szóval Saren menekül. Be ez anyám. Saren jó, de mi jók vagyunk. Igen. Velejéig rothat. I could tell as soon as I met him. Akkor láttam, amikor találkoztam vele. Találkoztam vele? I would have if I thought I was important. Nem mondtam volna, hogyha fontosnak tartottam volna. I'll decide what's important. Majd én eldöntöm, mi a fontos. Na, mesélj! Egy idővel korábban történt.
out near the edges of the terminus. A mercenary barátom egy melóról beszéltek a Terminus System szénén. Azt mondták, jól fizet, és a főnök sosincs ott. Több embert keres, azt is mondták. Szóval megnéztem. Nem tudtam, hogy nyíltan sorozott be mercenariket, zsoldosokat. Nem volt annyira nyitva, és csak egyszer mutatta meg az arcát. Hajókat kaptunk el, amíg ezt a hatalmas szállítóhajót el nem kaptuk, a legnagyobbat. Épp ellenőriztem a testeket értékes dolgokért, kis extráért, akkor láttam meg őt. Mit csinál? Mit akart a hajóval? Nem tudom, mit akart. Keresztül ment a hajón, figyelt. Egy pár zsoldos a nevén szólította, de nem beszélt velük. Senkivel nem beszélt. Rossz érzésem volt vele kapcsolatban, úgyhogy megpatantam. Még arra sem vártam, hogy kifizessenek. Mit szállított a hajó? Mit kereshetett? Nem tudom. Kaja és orvosi felszerelések voltak rajta, meg én alapfegyvert, de semmi komoly. Ha bármi értékes volt ott, én nem láttam. Ezért is nem mondtam róla semmit korábban. És a hajó kié volt? Volus kereskedő. Nagy, sok körrel. De nem voltak ellenfelek a számukra. Kedves kis vakond emberek, basszus. Ennyi? Látod utoljára? Igen. Azt se tudtam, hogy ki volt. Amíg nem találkoztam veled. De az ösztöneim jók voltak. Az összes többi zsoldos egy héten belül halott volt. Minden egyes zsoldos. Értem. Köszönöm. Na, egész jó dolgokat tudunk meg így a videó lezárás után történő beszélgetésből. Akkor már nézzük. Ezt talán egy kicsit közelben én nem akarom megfokolni. Parancsnok, hogy vagyunk? És te a rendőrséggel? Miért akartál rendőr lenni? Jó kérdés. Több okunk volt rá, gondolom. Például? Mint a legtöbben. Az igazságtalanság ellen akartam harcolni, embereket segíteni. Apámnak is volt köze hozzá, ő is rendőr volt, az egyik legjobb nyomozó. Egyfolytában hallottam a történeteit, meg láttam a képeit a videókon, nagy letartóztatás után. Elég rosszul veszi a lemondásomat. Hát igen, meg tudom érteni. De szerintem majd mélyben nyomást teszel rá. Ő rendőr a csontokig, csinált rendben a dolgokat, vagy sehogy? Azt mondja, hogy túl türelmetlen vagyok. És olyan válhatok, mint Seren. Sőt, még le is beszélt arról, hogy Spectre-re akarjak válni, amikor fiatalabb voltam, ugyanezekért az okokért, ja, hogy a törvényen kívül. Azt kérted, hogy Spectre legyél? Lehetséges jelölt voltam, és még legalább ezren. Kaphattam volna speciális oktatást, de apu nem szerette. Nem szerette a Spectre-eket. Nem szeretik, hogy a törvény fölött átnyúlhatnak. Téged se szeretne, parancsnok. Persze nem akarnak megsérteni. Értem, hogy mi a problémája. Igen? Szeren nem játszik a mi szabályaink szerint, a rendőrök szabályai szerint. Ha el akarod kapni, akkor úgy kell elkapni, hogy nem törődünk a rendszabályokkal és a procedúrákkal. Igen. Gyorsan tanulsz. Saját játékában fogjuk megverni, csak így tudjuk elkapni. Mögötted állok, parancsnok. Köszönöm. Jó, hát ő pedig a kereskedő barátunk, úgyhogy úgy tűnik mindennel meg vagyok, bár akkor már Sonyval is beszélek egy kicsit, ha már jött és mindig kiállt a fedezékből, hogy ez ne forduljon elő többen. Nézzük, először beszéljünk, onnan nyúltam egy kis kodexet, meg XP-t. Eltekélted valamit, parancsnok? Hol szolgáltál, Adams? Ja, minden hajón. Igen, ezt már beszéltük fel. Mindenféle méretű hajón. Legutóbb a Tokión szolgál, de jó hajó volt. De a Normandyhoz képest semmi. Köszönöm. A múltkor nagyon megdicsérte Sonyt. Hello. Oh, hello, Shepard. Szomorúnak tűnsz. Rendben vagy? Nem tudom, csodás a hajód. És a legénység is nagyszerű. Különösen a főmérnöködvel beszéltünk az előbb. De nem érzem úgy, mintha ide tartoznék. Annyira simán fut, hogyha nem is mozognánk, és annyira csöndes a motor, hogy tudtok este aludni? Hm.
csendes az alváshoz fölébresztőre. Flotillán, az utolsó dolog, amit akarsz hallani, az a csend. Akkor valószínűleg valami tönkre ment. Persze, miért nem kell itt izgulnod, de a régi szokásokat nehezen felejtjük. De több, mint a csend. Nagyon üresnek érződik a hajó, mint hogyha a féllegénység hiányozna. Otthon, alig vártam, hogy elinduljak a pilgrimésemre. Hogy kiszabaduljak a tömegből, de most itt vagyok, és egy kicsit hiányzik. Lehet, hogy ez az egésznek az értelme. Nem csak az, hogy találj erőforrásokat a csapatnak, hanem hogy meg tudod értékelni a kultúrádat. Lehet, hogy igazad van, egész életünket utazással töltjük, de sosem hagyjuk az otthonunkat. Ez az zarándokút új perspektívát ad a kultúrákról nekem. Tudod, vannak páran, akik sosem térnek vissza. Mindig azt hittem, hogy valami rossz történt velük. Lehet, hogy csak más életet akartak. És te vissza akarsz menni? Sose tudom elhagyni a népemet. Idővel visszamegyek, de először meg kell állítanom szerint. Egyébként nem lesz otthonom, ahova visszamenjek. Jó. Viszlát. Később találkozunk, kedves kis csirkelábú hölgy. No, de akkor szerintem legyen tényleg ennyi. Minden jókat, sziasztok. Ja, és kellemes ünnepeket. Meg óvatosan így jártok le magatokat szilveszterkor, de azért énekelve táncoljatok. Na, cső az.